Krisztusban, kedves testvérek, a kereszt az élet fája, az öröm forrása címet kaptam a szervezőktől, ennek az előadásnak, elmélkedésnek a megjelöléseként. És ahogy már többször elhangzott a mai délután folyamán, a szervezők a missziónak a lényegét, a foglalatát, az elmúlt éveknek a foglalatát a kereszt titkában vélték meglátni, összefoglalni. Hiszen a kereszt tartalmazza, megjeleníti számunkra Istennek az önmagát odaadó szeretetét, a Szent Háromságnak a lényegét. És valójában ennek közlése a mi missziónknak a tartalma. Ezt kell tudatosítanunk saját magunk számára, ezt kell továbbadnunk a környezetünk és a világ számára. De mielőtt tovább mennénk, meg kell fontolnunk azt, hogy milyen létjogosultsága van a missziónak. Miből fakad a misszió létjogosultsága? Csak abból, és csak akkor nem lesz vallási hatalmi háború, ha meg vagyunk győződve arról, hogy Krisztus keresztje az igazság, Krisztus az igazság számunkra is, és ezt a szeretetben közölni akarjuk másokkal. Azért is fontos ez a felismerés, mert misszióba indulni csak szilárd identitással lehet, és annak tudatosításával, hogy mi az, amit elviszünk, ki az, akit elviszünk a perifériákra. Mert egyébként ugye úgy járunk, mint az egyszeri asszony, aki elindul a férje után a kocsmába, és egyszer csak ott marad ő maga is. Arra vállalkozom tehát, hogy bemutassam, hogy a különböző koroknak a kereszt ábrázolásai, kereszt teológiája milyen üzenetet hordoznak korunk számára, és hogy ezzel feléleszem bennetek a vágyat, hogy megfogalmazzátok a saját keresztképeteket, a saját keresztteológiátokat, hogy felfedezzétek a liturgia szavának a valóságát, a kereszt által jött az öröm a világra. A szerencsésebbek a képeket is látják, itt a fényviszonyok miatt ezek távolabb talán nem annyira szemlélhetők, de majd igyekszem bemutatni őket. Mielőtt a képre térnünk, azonban a szó, az ige elsődlegességét kell figyelembe vennünk, és azt megnéznünk, hogy az evangéliumokban miként jelenik meg a kereszt. Szent Márk evangéliuma. Jól tudjuk biblikus tanulmányainkból, hogy a pasió bizonyos részei már Jézus halála után néhány évvel legalább szóbeli hagyományként léteztek. Vagyis Krisztus passiója, az evangélium, az örömhír műfajának a termőtalaja. Maga a Márk evangélium szerkezete is arra irányul, hogy Krisztust megfeszítik. Aztán az Atya szava, amely a kereszteléskor és a színeváltozáskor hangzik, ez az én szeretett fiam, a kereszt tövében az értünk meghaló Isten láttán személyes hitvallássá lesz. Ez valóban Isten fia volt. Ez az első keresztények döbbenete, hogy Isten értünk adta önmagát. Az evangéliumban ugye Jézus nem megfullad, mint ahogy meghaltak a kereszten, hanem hangosan felkiált. Krisztus Isten végső szava a világ számára. Szent Máté evangéliumában ott látjuk a gúnyolókat, és azokat, akik félreérték Jézusnak a szavait, mikor atyához kiált. Azt mondják, hogy Illést hívja. Látjuk, hogy csak a hit, a hívő lét képes felismerni a szavak, az eseményeknek az igazi értelmét, amikor az információ performációvá lesz, az életet alakító eseményé. És ha nem vagyunk részesei az eseményeknek, ha távolról szemléljük azt, amit Isten értünk művelt, akkor félreértjük Istent. Szent Lukács evangéliumában Isten országa a keresztben érkezik el. Emlékezzél meg rólam, midőn eljössz a te országodban, kéri a Lator. És Jézus imái is arra irányulnak, hogy a keresztet vállalni tudja az ország megalapításaként.
És miközben arra sürgeti Jézus a tanítványait, hogy hordozzák keresztjüket, és imádkozzanak, hogy az imádságban visszatérjenek az ő keresztjéhez, és ebből erőt merítve tudják felvenni saját keresztjüket, és ezzel belépjenek Isten országába. Szent János evangéliumában pedig ott az új teremtésnek számtalan szimbóluma kileheli lelkét, mint ahogy a teremtéskor lelket lehelt az emberbe. Aztán a két tanítványnak a húsvét reggeli futása a sírhoz, mint egy ellentét párja Ádámnak és Évának az elzárkózó, tartózkodó futásától, a paradicsomból való kiüzetéséből. A zárt paradicsomi kapu helyett ott a nyílt sír, a megnyitott oldal, a vér és a víz, mint a keresztségnek és az eukarisztiának a forrása, az új paradicsomi patak, amelyen keresztül beléphetünk Isten országába. Ott a felismerés, hogy Jézus előre ment és nem visszajött, mint Lázár, hogy benne utunk van az Atya országába. János evangéliumában ugye maga a kereszt az ítélet. Nincsenek nagy ítélő képek, mint Máténál, hanem maga a kereszt az ítélet. És itt érkezünk el az első pontunkhoz, a kereszthez, mint a hit botrányához. Ehhez egy az első századokból, talán a második századból származó graffitit idéztem volna, ahol egy szamár látható megfeszítetten, keresztre feszítetten. A Palatinuson találták Rómában ezt az ábrázolást, és a felírás az, Alexamenosz imádja Istenét. Egyes magyarázatok szerint a szamárimádó és a borimádó között a görögben egyetlen egy betű különbség van, és ezért a császári inasok az egyik keresztény inastársukat ezzel csúfolták, hogy ő egy szamarat imád. Korintusi levélből jól tudjuk, a zsidók csodajeleket várnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgasság, a meghívottaknak azonban akár zsidók, akár görögök, Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Miért is? Butaság. Miért követelnek bölcsességet a görögök? Azért, mert úgy gondolták, hogy nekik valami mennyei tudást kell megszerezni ahhoz, hogy fölemelkedjenek Isten világába, az istenségekhez. Aztán azért, mert a vallást úgymond értelmes, hasznos dolognak tartották, amelynek az a feladata, hogy a vallás az erkölcsöt biztosítsa az állam számára az összetartó morált. És azért is butaság volt számukra, mert milyen az az Isten, amelyik engedi szeretni magát, aki lehajol, aki szerethető, és ő maga is szeret, gyengéd a szeretetben. A zsidóknál pedig Jézus botrány. Miért? Azért, mert széthasítja azt a határt, amit ők a nemzetről gondoltak. Szenvedő szolgaként Izrael magát látta, és Jézus személye Izraelnek a létjogosultságát relativizálja. Ő jelenik meg, mint szenvedő szolga, maga az Isten. Aztán botrány számukra, hogyha a hatalmas Isten megengedi azt, hogy fiát így megalázzák, akkor nem mindenható. Ha viszont mindenhatóként engedi meg, akkor gonosz. És ezek korunkban is hatnak. A görögöknek a gondolkodása megjelenik a felvilágosodásban, aztán a relativizmusban, korunkban is, amikor az egyházra úgy tekintenek, hogy neveljen erkölcsös polgárokat az állam számára. Vagy ott van, amit Walter Kasper mond, hogy a modern ateizmusnak a szülőhazája az Auschwitz. Hogy az Isten hol van, ez az ateizmus igazi kérdése. És erre Isten hogyan válaszol? Amit szemünkkel láttunk, fülünkkel hallottunk, kezünkkel tapintottuk,
az élet megjelent, ezt hirdetjük nektek. Azt mondhatnánk, hogy Istennek ez az érzékelhető, megérinthető valósága a kereszténységnek a modern szóval érve a brendje, amire gondolni kell a neve kapcsán. Hogy az Isten szeret és szerethető, hogy feltárja a szívét, engedi, hogy átszúrják, és ezzel minden ember számára megnyitja országát, feltárja a benső világát. Ez az új szövetség. Ugye János, aki fiatalként Jézustól tanul meg szeretni, egyedüliként jegyzi meg azt, hogy úgy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket. Tapasztalata van a szeretett tanítványnak, hogy az Isten szerette őt, és hogy az Isten viszont szerethető. Érzékelte Isten szeretetét, és érzékeltetni tudta Istennel is, hogy szereti őt. És talán itt érdemes megkérdeznünk magunktól azt, hogy mennyire engedjük kiszolgáltatni a hitet az úgynevezett keresztény erkölcs kapcsán egyfajta moralizálásnak, álomerkölcsnek, egy ideológiával való süllyesztésnek. Mennyire lépünk vissza mi is az Ószövetség világába, amikor úgy beszélünk ugye a magyarságról is, mint a népek Krisztusáról. Jézus ezeket az ideológiai, nemzeti korlátokat és megfeszítéseket, ezeket a szamárságokat úgymond törte szét, és mutatta meg, hogy a kereszténység nem ideológia, hanem a vele való életközösség. Nem egy morál, nem egy moralizálás, hanem a Szent Háromságban újjászületett és benne élő élet. Hogy életforrásként, vagy pedig poshat ideológiaként adjuk át Krisztust a világ számára. A következő pontunk a San Clemente apszis mozaikja Rómában, ahol a kereszt úgy mutatkozik meg, mint egy szőlőtő, és ott vannak körülötte a szőlővesszők. Érdemes megfigyelni, a kereszt mögött egy kéz tartja le ezt a, keresztet, egy áldó kéz, mint egy oda nyújtja a világnak, az Atya oda nyújtja számunkra. Leereszkedik, megaláztatik. És aki ebből a szőlőtőből sarjad, az részese lesz a kereszt leereszkedő felmagasztaltatásának. Hiszen ez a kéz egyben olyan, mintha egyben felfelé is húzná, maga felé húzná a világot. És hogyan tudunk belegyökeresedni és egységbe maradni vele? Az ábrázolás alatt ott az oltár, vagyis az eukarisztia által. Mi az, ami ennek az életközösségnek az éltető nevedve, amit a Krisztus ábrázolás mutat? A meghalt Krisztus, akin érzékelhető marad az önátadás. A földi élet elmúlt, a halálon pedig átragyog a szeretet, a föltámadás. Ezt érzékelik meg a tanítványok. És ott a kereszt körül látható, hogy minden egy nagy szőlős kerté lesz, ezek az indák szétáradnak, és különböző emberek, szerzetesek, munkások, állatok, angyalok, és mindenki ott van, a világ átalakul, az eukarisztia titkának a kibontása, a megélése által a tevékenységek révén az Isten nagy szőlőskertjévé. Így terjed Isten országa. Így lesz a hívő ember is az élet hordozója. Továbbítja, amit Krisztusból kap. Teréz anyárólnak az egyik írásában van, hogy azt mondja a noviciáknak a szentmise után, hogy most kezetekben tartottátok áhítattal Krisztust, ugyanilyen áhítattal lépjetek a betegekhez, mert bennük ugyanazt a Krisztust tartjátok majd kezetekben. A következő ábrázolás Krisztus papi öltözetben, a kereszt mint áldozat, ugye szakrificium. A szó nagyon sokat mond, sacrum facere, szenté tenni valamit. Jézus azzal, ahogy fogadta a kereszt halált, a gyilkosságot áldozattá, a szeretet jelévé alakította át. Ahogy fogadta. Benedek pápa írja, amikor magát adja az eukarisztiában,
elővételezve elfogadta saját halálát, és így belülről formálja át a szeretet eseményévé Isten megdicsőítésében. Már az Ószövetség is felismeri azt, hogy vannak időszakok, amikor Isten iránti szeretetünket azzal tudjuk megmutatni, hogy szenvedünk érte. Ott olvassuk a Filippiekhez írt levélben, mert Krisztusért ti nem csak azt a kegyelmet kaptátok, hogy higgyetek benne, hanem szenvedjetek is érte. És tudjuk jól, hogy saját fiát sem kímélte Isten, hanem a mi bűneinkért áldozatul adta. És minket is áldozatul akar adni a világ életéért. Nagyon megdöbbentő minden nap ismételni az átváltoztatás szavait, hogy kezébe vette a kenyeret. Jézus akkor veszi kezébe az életét, amikor odaadja önmagát értünk, amikor megtörettik. Akkor veszem kezembe az életemet, és vagyok az életemnek az igazi ura, amikor odaadtam. Ahogy hozzáállok a legkellemetlenebb helyzetekhez, azzal át tudom változtatni, mint Jézus az Eukarisztiát. És el kell fogadnunk, hogy legtöbbször a helytállás, vagy csupán a szenvedés viselése is az üdvösség művének része. Nagyon szép az, amit megint a latin misében van, hogy a pap azt mondja, hogy magyarban úgy fordították le, hogy mi áldozatunk, kedves legyen Isten előtt, hogy az én áldozatom és a ti áldozatotok. Hogy a hívő ember a saját élet áldozatával csatlakozik Krisztus áldozatához. Olyan megdöbbentő azt látni, hogy a mi korosztályunk számára kevés a jó öreg, a jó beteg, akitől el lehet tanulni azt, hogy mit jelent szentségben megöregedni. Mit jelent szentként hordozni a betegség terhét? Alig van mintánk erre, a megöregedéshez, a teherhordozáshoz. Ha fölismernénk, hogy a kereszt az áldozat, hogy a betegségemet, a teherhordozásomat, ahogy hozzáállom, át tudom alakítani, akkor egyre több jó öregünk, szent betegünk lenne, akiktől tanulhatnánk. És itt van a San Damiano-i kereszt a dialógusnak a mintája. Hiszen Ferenc azzal, hogy elé térdel, és megkérdezi az omladozó templomban, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem, szóba áll Istennel, és ezzel ráirányítja figyelmünket Krisztusnak a kereszten felhangzó dialógusára. Hadd idézem ismét Benedek pápa egyik művét, a Húsvét titkáról, amely idézet azt gondolom, hogy az egész elmélkedésnek a foglalata. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, mondja a keresztfán Jézus, és mivel az atyával való dialógusa az alapja Jézus emberségének is, az ő embersége el van rejtve az örök szeretet szent háromságos kapcsolatában. Így ez az emberség nem tud leáldozni, mert embersége az örök szeretet sziklájába lett beépítve. A halál küszöbén túl szükségszerűen föltámad az ő embersége, és újra magára veszi az emberi teljességet, a test és lélek osztatlan egységét. A feltámadás felfedi hitünk döntő tételét, emberré lett. Ebből tudjuk, hogy örökre igaz, ő ember. Az marad mindig. Rajta keresztül az emberség belépett magába Isten természetébe. Az emberség, ez az ő halálának gyümölcse. Istenben vagyunk utána már. Isten egészen más, és ugyanakkor a nem másik. Ha Jézussal együtt mondjuk Atya, azt Istenben mondjuk. Ez az ember reménye, a kereszténység öröme, az evangélium, ő még ma is ember. Benne Isten valóban a nem másikká vált. Az ember, aki abszurd lény, többé nem abszurd. Az ember, a csügget, többé nem csügget, örvendhetünk.
Ő szeret minket, és Isten annyira szeret, hogy szeretete testé lett és testben maradt. Ennek az örömnek minden más impulzusnál erősebbnek kellene lennie, a legátütőbbnek, ami arra ösztönöz minket, hogy ezt a hírt elmondjuk másoknak, hogy örvendezzenek ennek a fénynek, ami megnyílt számunkra a világ éjszakájának közepén, hogy hirdesse a napot. Vagyis, hogy Krisztus a feltámadás zsengéjeként odavitte a mi emberségünket az Atya színe elé. Ez fogalmazódik meg a szentdamjánói kereszten az élő Krisztus ábrázolásában, a táncban, ahogy Krisztus táncol fönt az alakok vigasságában. Az ember részese lehet, beléphet Krisztus által Isten valóságába. Úgy, hogy a keresztet hordozza akár egész életen át. És ott van a következő ábrázolás, a stigmatizáció keresztje. Szent Bonaventura így szól, menjünk a megfeszített Krisztussal az Atyához ebből a világból. Vagyis a kereszt az nem egy köztes állapot, hanem maga az út. És úgy mutatja be Ferencet, Szent Ferencet, mint a megfeszített ikonját, akiről azt mondja, hogy Krisztus képét hordozta magával a stigmatizáció után, akiben, mint puha viaszba, az Isten belepecsételhette önmagát, kifejezhette benne önmagát. És azt mondja, minden hívőnek ajánlja, hogy vágyakozz az Istenhez való hasonulásra a megfeszített Krisztus kifejezett követésével. Hogy nem csak nézni kell őt, hanem az oldalsebek kapuján át teljesen be kell hatolni Krisztus szívéig. Krisztus szenvedésének mélysége, a másik mélységet, a kompassziót, az együtt szenvedni tudást szólítja meg bennünk. Isten leereszkedik, megalázkodik, hogy megszólítson és fölemeljen. És ebből láthatjuk, hogy nem, hogy a keresztény misztika lényege nem a világ elhagyása lesz, hanem a világ megnyilása Istenre. Annak kinyilvánítása, hogy Isten mindig eleve átfogja a világot. Nem az embernek kell kilendülni a világból azáltal, hogy érzéketlenné válik, mint keleten a különböző hatásokra, vagy hogy bedrogozza magát, hogy szabaddá váljon. Nem technika a keresztény imádság, hanem ebbe a világba belendülő Istennek, ennek a leereszkedő szeretetnek az elfogadása és befogadása. Isten mindent odahagy, odaad a kereszten, és ez teszi képessé az embert arra, hogy önmagát is egészen odaadja. Ebben a kapcsolatban fedezi fel Szent Bonaventura szerint az embert, hogy Jézust azért sebezték meg, hogy látható sebeden keresztül láthatóvá váljék számunkra a szeretet láthatatlan sebe. Hogy megváltunk torzultságából a mi szépségünk dicsérete árad. Ezért lehetséges, hogy külsőleg testünkben mi is eltorzulunk a torz formájú Krisztussal együtt, hogy bensőleg átalakuljunk a szép formájú Krisztussal, mondja Bonaventura. Ennek kapcsán születnek meg, ez még maradjon, ennek kapcsán születnek meg a halott Krisztus ábrázolások, amelyeknek a lényege a kompasszió, látni azt, hogy mit művelt értem, és ez a megérintettség nyit meg bennünket a bűnbánatra és a karitászra. A következő ábrázolás a sebhelyekkel ékesített Krisztus. Krisztus teste terhelhető. Ezeknek konkrét történelmi képe is van, hiszen pestis járványok idején az úgynevezett bubót pestisnek ilyen nagy, kifakadó sebei voltak. Ezt ábrázolják Krisztuson. Beleimádkozzák magukat, a saját betegségeiket és terheiket, a mi sebeinket ő hordozza. De ez a történeti kép, ez tovább visz bennünket, hogy Krisztus teste terhelhető nem csak a fizikai sebeinkkel, hanem a bűneinkkel. A gyónás. Ehhez azonban szükség van az egyházra, mint Krisztus látható testére,
aki ugyanúgy hordozza korának bűneit, a mi bűneinket, mert tagjaiként vétkezünk, de egyben magára vállalja a világ bűneit. Magamat nem tudom feloldozni. Nagyon megdöbbentő élmény volt, és én ezt akkor éltem át, amikor hát az elmúlt 20 évben egyetlen egyszer az egyik rendi közösségben vissza egy alkalommal a testvérek arra az elhatározásra jutottak, hogy a közösségi bűnbánattartást megszervezzük. És összejöttünk vagy 25-en, vagy 20-an, én voltam egyedül pap a testvérek között. És mindannyian, 15-en nyilvánosan bevallottuk egymás előtt a kápolnába a bűneinket. Egy nyilvános gyónás volt. És a szertartásnak az a vége, a befejezés, hogy a nyilvános gyónás végén a pap ad egy föloldozást. Ott voltunk 15-en, föloldoztam mindenkit. Magamat nem tudtam föloldozni. Egy megdöbbent élmény, hogy pap vagyok, de magamat nem tudom föloldozni. Hogy magunkat nem tudjuk föloldozni. Hogy az egyház nélkül, mert ott van csak föloldozás, mert az egyház testére, Krisztus testére tudjuk ráterhelni bűneinket, és az az irgalom forrása, nem tudunk üdvözülni, akik a keresztségbe belegyökeresedtünk. Nem tudjuk magunkat föloldozni, de Krisztus teste, az egyház terhelhető a bűneink sebével, és ott találjuk az irgalom forrását, hogy más oldozzon fel, övezzen fel bennünket. Ezért is születik meg a papság szentsége a Szent Három Napban, és ezért is súlyos kérdés egy pap életében, hogy szerete, akar-e és tud-e gyóntatni. Ugye pasztorációs gyakorlatban hányszor látni azt, hogy az atya szociális otthont épít, mit tudom én, sportpályát létesít, ott van az önismereti körbe, de a gyóntatószékbe nem lehet megtalálni. Hogy mennyit gyóntatok papként? És ha nem jönnek, akkor a gyónásra szánt kijelölt időt arra használom el, hogy imádkozzam az egyházközségemért. Jó alkalom ez. Krisztus teste magán viseli a világ és korának sebeit. És azt lehet látni, hogy Jézus mintha természetesnek venné azt, hogy a tanítványait üldözni fogják. És nem az a természetes, hogy nem üldözik, hanem az a természet feletti, hogy ezeket az ő tanítványai milyen lelkülettel hordozzák. Hogy van-e bennük belső tartás a Krisztushoz tartozásnak a biztonsága, hogy ebben megerősödve, ebben élve tudják hordozni az üldözés terhét, és tudják átváltoztatni. Botrányok, bajok mindig lesznek, mondja Jézus, de tudjuk ezt hittel hordozni, és ennek ellenére élni a megváltás örömét. Ebben az egyház megyében született az idősebb generáció talán jól ismerte Belon Gellért püspök atya. És neki, ugye őt 59-ben kinevezték püspöknek, de nem engedték fölszentelni, csak 82-ben azt hiszem. És az volt a jelmondat, hogy sebtől gyógyult. Egy nagyon szép elmélkedése van, hogy a megsebesült ember, a terhet viselő ember óvatosabban mozog a világban. A mások terhét hordozó, a világ bűnét és a tagjainak bűnét hordozó egyház óvatosabban kell, hogy mozogjon a világban. És ott van a Caritas. A Caritas, amelyben átéli az ember, hogy Isten mennyire szereti, és ebből erőt merít ahhoz, hogy odalépjen a másik emberhez. Kis Szaléz atyát szeretném idézni,
Gyöngyösön hurcolták el 1946-ban, és amikor Szent Erzsébetről egy elmélkedést tartott, akkor ott a következőket olvasom nála. Az imádság, a szentségekhez való járulás, a rejtett aszkéz és megannyi gyakorlása nem elégítette ki Krisztus utáni szomjazó lelkét. Amikor megértette, hogy Krisztus önmagát rejtette el a szegényekben, s a nekik tett szolgálatot magáinak ismeri el, nem lehetett vele bírni, mindig a szegények után vágyakozott. Pénzt és ruhát vitt a szegényeknek. Nem is ez volt a szegény istápolásnak a lényege, hanem személyes megjelenése, ajándékainak személyes kiosztása a szegények hajlékaiban. Font és vart szegényeiért, és pedig nem kitaszítása utáni időben, hanem még uralkodása idején. Személyes munkájának eredményeivel kedveskedett választottjainak. A gyermekeket váró édesanyákat különösen szerette, saját kezével segített nekik, és elvégezte helyettük házi munkáit. Szívesen lett az újszülöttek keresztanyja. Szegényeinek temetésén személyesen megjelent, a halottasházban többször együtt imádkozott szegényeivel. Kórházakban maga ápolta a betegeket, semmi undokságtól nem riadt vissza, velük szemben volt a leggyöngédebb és a legtürelmesebb. Hogy a karitás csoportjaink azok logisztikai központok, ahol az érkezett ruhacsomagokat kiosztjuk, vagy pedig ennek a személyes megérintettségnek, a mások terheit magára venni tudó egyháznak a megnyilvánulásai. Egy marista testvér mesélte egyszer, hogy a II. Vatikáni zsinat előtt úgy működött Indiában a nagyhírű oktatási intézményük, hogy az 5. emeleten volt a klauzúra, a 4., 3. emeleten meg az osztálytermek, tanárként lementek adott időben, megtartották az órájukat, és utána visszamentek föl a klauzúrába, és élték a maguk kis életét. És a zsinat egy olyan változást hozott náluk, hogy azt gondolták, hogy látogassuk meg a növendékeinket. És amikor elindultak megnézni azt, hogy hol laknak, hogy hol élnek, az egészében átformálta az oktatási módszereiket. Igaz ez az oktatásra, de igaz ez a karitásra is, hogy kiosztunk valamit, vagy pedig megjelenül a karitász munkánkban az az életközösség, amely minket is jellemez, mert Krisztus keresztjével egyesülten élünk. A következő ábrázolás kereszt a koponya hegy, a kereszt és koponya. Itt biztos nem látszik ez, de ha visszagondoltok, gyakran láthatni olyan képeket, kereszteket, amelyeknek a tövében ott van egy koponya, ott van két csont, és Krisztus vére lecsorog a keresztnek a tövébe, rá a koponyára és a csontra. A hagyomány, keresztény hagyomány úgy tudja, hogy a Golgota helye Ádám és Éva temetésének, sírjának is volt a színhelye. És ennek kapcsán jelenik meg az, hogy az üdvösség megváltja az ószövetségi népet, hogy az üdvösség visszahat, túlhat a mi látószögünkön is. Az üdvösség Krisztus áldozata, amely összefoglalja a korokat. Itt nyer értelmet a Szent Mise fölajánlás, a búcsújárás, a búcsúnyerés, ami mind arról szól, hogy a kegyelmi életközösség az erősebb, mint a halál. Ugye sokat panaszkodik a papság, hogy a hívek elfeledték a mise intencióknak, a mise szándékoknak a kérését. Én azt hiszem, hogy ez nem elsősorban anyagi kérdés, hanem hitbeli probléma. Hogy már mi magunk se hiszünk abban, hogy a Szent Mise bemutatása a halottakért üdvösséget hozó esemény. Múlik ez rajtunk is, papokon, hogy csak aláírjuk a naplót, és vagy pedig szertartásosan bemondjuk a neveket, vagy pedig
tényleg ott van a mi ima szándékunkban, misében az, hogy kiért imádkozunk. Hogy hiszünk-e a Szentmisének abban az erejében, hogy a Krisztus kereszt áldozatának a megújítása az képes áthatni a gonoszságnak a falain. Vagy a búcsújárás, a búcsúnyerésnek, a halottakért való felajánlása, vagy magunkért való felajánlása, az áldozathozatalnak egy különös momentuma. Hiszem azt, hogy a meghozott áldozat az Isten által kifejti a hatását a világban, erősebb a gonosz légkörénél. Hadd említsem meg, én ezért merek kisebb vallási tájékozottsággal, vagy az egyháztól távol a bélőknek a gyermekeit is megkeresztelni. Mert a szentség ereje túlnyúlik a mi látóhatárunkon. És sok olyan ember fordul hozzánk, akiket gyerekkorukban kereszteltek meg, soha nem jártak templomba, de rajtuk látni, hogy ad egy identitást, ha bajba vagyok, hova fordulhatok. A szem számára nem látható kötelék, Isten igéje megtermi a maga gyümölcsét, még ha nem is látjuk. És végül a képek közül a barokk ábrázolásokra utalnék, ennek képeit itt már nem látható. Azért nem látható, hogy menjetek el szabadidőbe, akár a Minorita templomba, akár pedig a ciszterciekhez, hiszen a barokk világ azt jeleníti meg a templomokban, hogy a mennyország leereszkedik a földre, a liturgiában, és hogy amikor a hívő ember belép ebbe a világba, akkor ő maga is részese lesz a liturgia által Isten országának. Ezért az a sok arany, ezért az a pompa, ami megjeleníti, hogy részesei vagyunk Isten országának. És amikor ott látjuk a keresztre feszített Krisztust, amikor ott látjuk a sok vértanú ábrázolást ezekben a templomokban, akkor ezek arra figyelmeztetnek bennünket, hogy ezeknek a szenvedéseknek alapvetően van egy végső értelme. Hogy a megváltás művének, drámájának a nagy színpadán, ha megtaláljuk a helyünket, idézőjelbe téve a szerepünket, akkor mi is részesei válunk ennek a nagy isteni dicsőségnek. Valami olyasmi, amit a pasióról mond, vagy írt még korábban Ratzinger bíboros. Az asztaltól való fölkelése Jézusnak, a dicsőség ruhájának levetése, felénk való odafordulása a megbocsátás misztériumában, az ember életének és halálának szolgálata. Jézus élete és halála nem függetlenek egymástól. Halálában a lényeg lesz nyilvánvalóvá, ami életének igazi tartalma. Élet és halál a mindvégig való szeretet eseményének megjelenítői és megvilágítói lesznek. A vég nélküli szereteté, ami az ember egyedüli megtisztítása, a megtisztítás, ami egyedül tesz képessé az Istennel való közösségre, és ami szabaddá tesz. Így hát a lábmosás történetének folytatása úgy foglalható össze, mint együttes, akár szenvedés árán való belépés a szeretet isteni emberi eseményébe, amely maga a megtisztulás, vagyis az ember felszabadítása. Így a kereszt teológiája a feltámadás teológiája, mert a feltámadás az isteni válasz, a kereszt isteni értelmezése. A kereszt teológiája tehát egy húsvéti teológia, a dicsőséges öröm teológiája még a Sironom völgyben is. A barokk valami ilyesmit akar ábrázolni, és erre akar meghívni bennünket, hogy így értelmezzük az életünket. Hogy gondoljunk erre, hogy bízunk ebben, higgyünk ebben, hogy a megváltás nagy művében mindennek megvan a végső értelme. Vagyis
hogy az ugyanaz az önmagát felülmúló isteni szeretet vezeti Istent a teremtésben, a megváltásban és az ítéletben is. Ez a mi örömünknek az igazi forrása. Mert az örök élet nem az az élet, amely ezután valamikor később jön, ha így lenne, nem lenne örök. Az örök élet az egyedüli valóságos élet. Akkor élünk, amikor megismerjük őt, és Ágostonnal együtt tudjuk, hogy a gyökér télen is él, és hogy életben maradunk, ha a gyökérből élünk. Mondhatjuk, ha a keresztből, mint szőlőtőből, életfából élünk. Azt hiszem, hogy a tavalyi évben mondta az Török Csaba, hogy a misszió az olyan, mint amikor a kutya szimatot kap. A liturgia is ismeri ezt a képet. A nagypénteki keresztfelmagasztalás után exultetet a húsvét meghirdetésének és a gyertya fölszentelésének öröménekét énekeljük a vigiliának a sötétjében, és ez hozza meg a világosságot. Exultet, magából kikelő öröm. A természeti népeknek a világát idézi, a bárányokét, akik amikor megérzik a tavasznak az illatát, elkezdenek az ég felé ugrándozni. Kikelnek magukból, fölülemelkednek önmagukból. Amikor ráérzünk a megváltás illatára, arra, hogy a fiú a kereszten az atyával való dialógusában emberségünket beletestesítette, belekiáltotta a Szent Háromság misztériumába. Ez a megragadottság. Ennek az isteni műnek vagyunk részesei és munkálói a hit továbbadásának folyamában. Ezt szemlélve értjük meg, miért énekli nagypénteken ma is az egyház, a te keresztedet imádjuk, Krisztus, és feltámadásodat magasztaljuk, mert a kereszt által jött az öröm a világra. Amen.